Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét. Sziasztok, a mikrofonnál Kismerti. A vonal túlsó végén pedig Valkó Zsuzsi, az első hivatalos erdőfürdőzés vezető Magyarországon, akit az Association of Nature and Forest Therapy képzett. Micsoda titulus! Szia Zsuzsi, jó reggelt! Szép jó reggelt mindenkinek, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatót és téged is, Márti. Biztos, hogy sokan felkapták a fejüket erre, hogy erdőfürdőzés, hogy az mégis micsoda. Én először ezt a kifejezést azt hiszem, hogy 4-5 éve hallottam Japán kapcsán, mert ugye ott a 80-as években kezdték vizsgálni a természet a fák gyógyító erejét, és hogy ott az oktatási rendszerbe ezt be is vezették, ugye? Az erdőfürdőzést. Gyakorlatilag Japánban ez már egy egészségmegőrző, kiegészítő terápiás módszer, és valóban integrálták, tehát a mezőgazdasági minisztérium azt kezdte el ezeket a kutatásokat finanszírozni, és gyakorlatilag már több mint 70 olyan erdei ösvény, vagy kifejezetten erre létrehozott terep van, ahol az emberek, a japánok erdőfürdőzhetnek. És ugye kérdezhetnétek, hogy akkor mi a különbség mondjuk az erdőfürdő és egy sima erdei séta vagy kirándulás között. Terveztem, hogy megkérdezem, Zsuzsi. És az egyik nagy különbség például az a csend. És ezeken a japán ösvényeken például nem is lehet hangoskodni, kutyákat bevinni, nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy akik oda bemennek, azok valóban a relaxáció és a nyugalom hatásai tényleg át tudják élni. Mm-hmm. Hát ide nem lehet állatokat vinni, nem lehet kutyát vinni egy ilyen erdőfürdőzésen. Így van. Az erdőfürdőzésen itt Magyarországon is meg szoktunk kérni mindenkit, hogy ne hozzon állatot, és ugyanez vonatkozik egyébként a gyerekekre is. A gyerekeknek egy külön programot ajánlunk, ahol nyilván nem a relaxáció, hanem a játékos feladatok és a természet kapcsolata felfedezés. Mi az alsó korhatár gyerekeknél, akik már részt vehetnek egy ilyen, még totyogosok gondolom, még nem, mert nekem ők azért... Nekem az a tapasztalatom, hogy olyan 4-5 éves kortól el lehet már hozni a gyerekeket. Így hang alapján az első benyomás rólad az, hogy nagyon nyugodt vagy, kiegyensúlyozott, de azt olvastam rólad, hogy nagyon jól ismerted a stresszt és a kiégést, meg 4 országban is éltél, pörögtél, aztán valami történt veled, ami az erdőfürdőzés felé vitte az életedet. Igen, hát rólam azt kell tudni, hogy én egy igazi városi lány vagyok, és az én életemnek sem volt feltétlenül része akár az erdőjárás, az erdővel való ilyen típusú kapcsolat, az, hogy ennyi időt töltsek ott szemlélődve, ez a lassú tempó sem volt rám jellemző. Ezt most nehezen hiszem el rólad, így, hogy beszélgetünk. De jó, jó. Elhiszem. Igen, az a helyzet, hogy bennem például ezt a váltást, a gyereknevelés, a kisfiam születése mozgatta át, ezért ez egy nagyon-nagyon leterhelő időszak, de ugyanilyen terhelést élnek át egyébként azok az emberek, akik városi környezetben versenyszférában dolgoznak, úgyhogy sok olyan réteg van szerintem, akinek a stressz az valóban minden nap jelen van az életében. Nekem az egyensúlyt hozta az, hogy a természettel így tudtam kapcsolódni, hogy én magam kimentem akár a kertünkbe, akár a közeli erdőket látogatva, és hogy nem kellett más ritmusához igazodnom, hogy nyugodtan üldögélhettem, az érzékszerveimmel tudtam egy kicsit babrálni mondjuk a földdel, vagy csak nézni a levelek hullását. Ugye maga a módszer, az nem egy új dolog. Az összes természeti nép, vagy azok az emberek, akik a mindennapjaikat a természettel egy összehangolt állapotba töltik, azoknak ez egy természetes állapot, és igazából nagyjából 200 évvel ezelőttig, amikor elindult ez az
urbánosodás, addig ez volt az embereknek a környezete, ahol éltek, ahol a mindennapjaikat töltötték, és ezért is érzi mind a mai napig egy csomó ember, amikor elmegy kirándulni, vagy akár leül egy parkban, hogy eljön ez a de otthon érzem magam életérzés, úgyhogy ezért érezzük egyébként majdnem mindenki jól magát a természetben, az erdei környezetben. Itt van velünk a vonal túlsó végén Valkó Zsuzsi, az első hivatalos erdőfürdőzés vezető Magyarországon, akit az Association of Nature and Forest Therapy képzett. Ezt miért fontos hangsúlyozni, hogy itt szereztel a végzettséget? Hogyan lesz valakiből erdőfürdőzés, vagy erdőfürdővezető, ugye ez a hivatalos titulus? Igen, igen. Az erdőfürdő, az erdőfürdőzés, ezek ugye szinonimák, valójában ugyanazt takarják, ez egy relaxációs módszer, ahol közérzetjavító gyakorlatokat viszünk. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy bemegyünk az erdőbe és egyet sétálunk, vagy üldögélünk, hanem hogy úgy próbáljuk ráhangolni az embereket a környezetre, hogy észrevegyék, hogy mi történik abban a pillanatban, akár velük, akár pedig a természetben. Azért szoktam elmondani, hogy én ennél a szervezetnél tanultam, mert Amos Clifford, ő töltötte a legtöbb időt a japánoknál, tanulványozva és mélyebben megismerve ennek a módszertanát, és gyakorlatilag egy 2-3 órában sűrítette össze azt, ami egy tényleg egy hatékony, pihentető, stresszoldó hatást tud elérni. Ugye a városi embereknek az is probléma, hogy nagyon-nagyon kevés idejük van. Nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy akár egy egész napot eltöltjön a természetbe, vagy hogy eljusson egy olyan örök erdőbe, egy olyan nagyon nyugodt vagy messzi parkba, természeti helyre, ahol mondjuk ezt át tudja élni, és ezekkel a gyakorlatokkal rövid időn belül nagyon jól ki lehet simítani a résztvevőket. Ezek ilyen meditációs gyakorlatok, vagy így tornázgattok van, így is? Van, így van, így van. Mesélek egyébként egy kicsit, hogy el tudjátok képzelni, hogy mi szokott történni. Általában egy vezetett meditációval indul az egész, ahol tényleg minden érzékszervet igyekszünk aktivizálni, tehát hogy biztos, hogy meg foglak kérni, hogy próbáld mondjuk a fejedet elmozgatva megérezni, hogy milyen illatok áramlanak feléd, vagy mondjuk vegyél fel egy marok földet a tenyeredbe helyezve, és nézd csak meg, hogy mennyi mindent látsz, hogy tényleg hányféle rétege van, hogy esik a földnek az érintése, tehát az összes érzékszervet azt megpróbáljuk beindítani, és aztán egyre lassítani a tempóját, a terizmusodat ugye lassítani, ami általában teljesen más, mint az erdő ritmusa. Ugye, amikor így átrohanunk, mondjuk egy napon, mert nagyon sokféle dolgot meg kell oldanunk, akkor elsőre mondjuk fel sem tűnik az, hogy az is egy mozgás, hogy egy holtfa az hogyan bomlik le. Akkor, ez nagyon be kell lassulni, amiket most mondasz. Így van, és ugye ez a lelassulás, ez magunktól nem feltétlenül sikerül. Ezt egy városi környezetben én nem is tudom kihozni saját magamból, így a rohanó autók, a szirénázó mentőautó, a tömeg, hogy nem is tudunk ebbe az állapotba kerülni. Hát egyrészt ehhez jelent ugye támogatást és segítséget az az erdőfürdő vezető, aki ezeket a gyakorlatokat mondja neked, tehát neked nem kell kitalálni, hogy pontosan hogyan relaxálj, mert a relaxáció pont ezért nem tud létrejönni, mert amikor egy ilyen probléma megoldó mentalitásba vagy, hogy úristen, akkor most hogy csináljam ezt, hogy akkor én most mihez kezdjek magammal, akkor ez nem tud megérkezni. És akkor a másik, ami meg nagyon-nagyon segít, ez pont a természetes környezet. Mondjuk, amikor elkezdesz eljárni, akár jogázni, akár meditálni otthon, ugye vannak erre ilyen meditációs hanganyagok, akkor egy csomóan érzékelik, hogy ez tök nehezen megy. De hogyha azt mondom neked, hogy csak nézd az erdőben, hogy hogyan változik a fény és az árnyék a lombkoronákon. Ez a történés, ez olyan állapotba tud téged hozni, ami eleve már nyugtatja a testedet és a lelkedet, és nem kell megerőltetni magad, hogy te most elérd a meditációnak ezt a lassú kiegyensúlyozott állapotát, hanem a természetes környezet fog segíteni abban, hogy ez megtörténjen magától.
Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a vonal túlsó végén itt van velünk Valkó Zsuzsi, az első hivatalos erdőfürdőzés vezető Magyarországon, akit az Association of Nature and Forest Therapy képzett. Ugye több mint 4 évtizede kutatják az erdei környezet fiziológiás és idegrendszeri hatásait az emberre, mára pedig már klinikailag igazolt a hatékonysága, és bizonyítékokon alapuló terápia lett belőle. Zsuzsi ilyen erdőterápiákon szokott, mint hát segítő vezető részt venni. Már azt tisztáztuk 5 és 6 óra között, hogy ez nem egy sima erdei túra, mert ugye relaxációs gyakorlatokat végeztek az erdőben. Mi történik az emberrel, amikor elkezd erdőfürdőzni? Még egy városi stresszes ember bemegy egy ilyen ősfás erdőbe, és akkor elkezdődnek ezek a gyakorlatok. Ez miért? Mit csinál közben a szervezettel? Az elménkkel? Ugye azt is érdemes elkülönítenünk, hogy az erdőfürdőzésnek, az erdőterápiának vannak fiziológiás hatásai, és vannak lelki hatásai. Amit a leggyakrabban szoktak emlegetni, az a kortizol szint csökkenése. Mm-hmm. Ugye ez az a mérhető hormon szint, ami kimutatja, hogy az emberi testnek a stressz szintje az mennyire magas, mennyire alacsony, és ennek a változását lehet mérni. Gyakorlatilag ez a 2-3 órás séta, ez az összes résztvevőnél igazolta, hogy mindenképpen csökken a testükben lévő kortizol szint. Ezen kívül a vérnyomást is szokta csökkenteni, és az még nagyon érdekes, talán így fizikailag, és ez is bizonyítást nyert, hogy az NK-s sejtek, amik gyakorlatilag ölő sejtek, ezeket a rákos, daganatos betegségeket tudják gyakorlatilag ezzel szemben felvenni a harcot. Ezeknek az NK-s sejteknek a száma az megnő egy ilyen erdőfürdőzés után, és nagyjából egy olyan maximum 30 napig ezt az emelkedett számot tudja tartani. És akkor utána viszont nyilván újra érdemes egy erdőfürdőzésen részt venni, és ezzel is úgy van, mint minden egészségmegőrző programmal, hogy érdemes tényleg gyakorlatilag beépíteni az életünkben ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. Ami viszont mentálisan igazolt, az, hogy közérzet javító hatása van. Én szoktam vinni az erdőfürdőzésekre POMS-tesztet. Ezt a pszichológiában nagyon gyakran használják arra, hogy a hangulatát az embereknek megmérjék, és ugye a séta előtt és a séta után a résztvevők gyakorlatilag beskálázzák azt, hogy ők mondjuk abban a fázisban mennyire kimerültek, mennyire szomorúak, mennyire feszültek, és akkor ezt az értéket, amit előtte és utána mérünk, egymással összehasonlítjuk. Én majdnem egy éve mérem ezeket az értékeket, és az mindenképpen látszik most már a statisztikákból, hogy nincs olyan ember, akinél legalább egy érzelmi csoportot ez ne javítana. Ugye ilyeneket szoktunk nézni, hogy depresszió, kimerültség, életöröm, fáradtság, mindenkinél van legalább egy olyan terület, aminél pozitívan hat az erdőfürdőzés. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét a mikrofonnál Kis Márti. Sziasztok, a vonal túlsó végén pedig itt van Valkó Zsuzsi, akitől mindent megtudhattok, amit tudni akartatok az erdőfürdőzésről. Skóciában, Angliában, Kanadában és az Egyesült Államok egyes részein a körzeti orvos receptre írhatja fel ezt a fajta sétát kiegészítő kezelésként. Te kinek írnád fel receptként az erdőfürdőzést? Kinek van erre nagyon nagy szüksége szerinted? Én azt látom egyébként, hogy minél rosszabb lelkiállapotban van valaki, minél inkább leterheltebb élethelyzetben van, annál nagyobb hatása lesz egy ilyen relaxációs sétának. Tehát mondjuk, aki az erdő mellett él, vagy mondjuk egy falusi környezetben minden nap ki tud menni sétálni a mezőre, annak egy közösségi értéket adhat az erdőfürdőzés, vagy azt adhatja mondjuk, hogy nem neki kell kitalálnia, hogy mit kell csinálnia, hanem egyszerűen van valaki, aki abban támogatja, hogy ő most relaxál, mint mondjuk egy wellness programon. Viszont akinél nagyon-nagyon jó hatással szokott ez működni, az mondjuk a kisgyerekes édesanyák például, vagy szülők, akik nem tudják azt megengedni maguknak nap mint nap, hogy pihenjenek mondjuk a nap végén. Vagy valaki, aki,
a munkahelyén 10-12 órát kell dolgozzon, és olyan határidői vannak, vagy olyan főnöke, aki borzasztó nagy elvárásokat fogalmaz meg felé. Ezeket a példákat tudom neked mondani, ahol én tapasztaltam már, hogy iszonyú jó hatása van. Valkó Zsuzsi erdőfürdő vezető van a vonal túlsó végén, itt a Rádió 1 hétvégének ő a vendége. Zsuzsi, most légy szíves, ajánlj olyan erdőket, amelyeket te tapasztaltál már a saját bőrödön, hogy nagyon-nagyon jó hatással vannak rád. Most így az országon belül bárhol. Na itt aztán biztos, hogy fel fogtok töltődni, akár erdőfürdőztök, akár csak túráztok a családdal. Jó, nagyon szívesen. Először is Dr. Csingli japán kutató, képzeljétek az ő könyvében, aminek az a cím, hogy Shinrin-yoku. Ő az Aggteleki Nemzeti Park területén lévő erdőket gyakorlatilag mint a világ legjobb erdőterápiás erdői között felsorolja. Úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy arra a vidékre látogassatok el. Gyakorlatilag az erdőterápiának, az erdőfürdőzésnek én azt látom, hogy akkor tud nagyon jól működni, hogyha valahogy egy ilyen csendes környezetet tud találni az ember. Én nagyon jó szívvel ajánlom egyébként a budakeszi arborétumot erre. Talán egy kevésbé ismert, de városi embereknek is használható, nagyon jó bejárható rész, hiszen rengeteg picike ösvény és rét van, és egy nagyon nagy területről van szó. Talán azért érdekes ez, mert nem kell megretteni attól, hogy most be kell menni az erdő sűrűjébe, a vadonba, amit lehet, hogy nem ismert, vagy ami gyakorlatilag az ismeretlensége miatt még egy útvesztő számodra, vagy félelmetes számodra, hanem egy viszonylag jól belárható területen el lehet ezt kezdeni. És ami viszont itt Budapest mellett mindenképpen szuper hely, az a Pilisi erdők bármilyen területe. Én javaslom, hogy próbáljátok nem csak a turista utakat felfedezni, hanem egy-egy rejtett ösvényt a magatok számára. Valkó Zsuzsi, köszi szépen a tippeket! Nagyon szívesen!